A kapcsolható eszközök és gépjárművek regisztrációjának szabályzatának módosításával azok a gazdák is be tudják jegyeztetni 5 évnél idősebb gépüket, akiknek nincs megfelelő számlájuk arról. A nem bejegyzett járművek körüli több éves jogi dilemma sok gondot okozott a termelőknek. A rendőrök ez miatt büntetnek, itt Topolyán talán egy kicsit úgy nézem, hogy kicsit elnézőbbek voltak az utóbbi időben, mint egyes községekben, mert ugye ezért mindjárt pénzbüntetés, hibapontokat számolják, vagy több esetben pár hónapra hajtási vezetői engedélyt is megvonták a traktoristától. A szabálymódosítással a kapcsolható eszközök problémájának csak egy része oldódott meg. Rácz Erik, topolyai termelő így már le tudja regisztrálni régi kombányját. Nagyon jó, hogy változott, mert hát megszűnik majd a problémám, illetve hát a másik szempontból a közlekedők sose nem tudni, hogy lehet valami baleset, vagy valami csak épp autókoccanásra hozzáér a kombány. Mindjárt nincs regisztrálva, én vagyok a hibás, még hogyha nem is én vagyok a hibás. A topolyai gazdakör vasárnapi ülésén foglalkozott ezzel a témával. A belügy munkatársai ismertették a termelőkkel a regisztráció részleteit. A megjelenteket leginkább az érdekelte, hogy mi lesz azokkal a kapcsolható eszközökkel, illetve járművekkel, amelyek műszakilag nem tudják teljesíteni a bejegyzés feltételeit. Ahhoz, hogy ezek a gépek kikerüljenek a kötelező bejegyzés alól, a közlekedésbiztonsági törvényt kell módosítani. Ezen a mezőgazdasági minisztérium a belüggyel együttműködve egy munkacsoport keretében már dolgozik. Olyan téma, ami ugye minden termelőt érdekli, mert mindegyiknek van olyan gépje, ami még nincs nyilván tartva, vagy nincsen bevezetve hivatalosan. A kapcsolható eszközök regisztrációja mellett a járulék fizetés részleteiről is hallhattak a topolyai termelők, a gazdakör, az Agrárunió és a Termelők Egyesületének közös szervezésében tartott gyűlésen.